Mozart dallamai csendültek fel a Zeneszó című kamarakoncert első előadásán, a Kisbécsi Muzsika elnevezésű esten az Alba Régia Szimfonikus Zenekar művészei a 18. századi császárváros intenzív házi muzsika gyakorlatát idézték fel. A koncerten a zenészek a D-dur vonós négyest és az A-dur klarinétötöst játszották el a közönségnek. A vonós négyes ugye az egy olyan műfaj, amit általában szeret a közönség, és ez a klarinét kvintett, ez pedig egy kuriózum, úgyhogy ez szerintem nagyon fog élvezni a közönség, és nem hiába hallottuk már, hogy elég sok jegy el is fogyott. A zenekar évről évre rendszeres fellépője az Egyházmegyei Múzeum által szervezett nyárestéknek, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek a fehérváriak körében. Szeretünk itt játszani, most én 2 éve játszottam itt először, nagyon, nagyon jó helyszín, nagyon jó az akusztika, és nagyon jó kis családias hangulat szokott lenni, nagyon szereti a közönség, meg mi is, úgyhogy win-win. A múzeumnál egyébként folyamatosan keresik a lehetőséget arra, hogy minél több kulturális intézménnyel tudjanak együttműködni, s Mohai András igazgató pedig elárulta azt is, a zenekar vezetője az első kérésre igent mondott a közös munkára, amely idén a 3. évadját éli. Ez a 3. évad, amit az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral közösen megszervezünk a Zene Szó kamarakoncert sorozat tekintetében. Ez a kamarakoncert sorozat itt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum udvarán, az egykori Ferences Rendház kvadrumjában kerül megrendezésre, illetve a hagyományaink szerint az utolsó koncertet a Szent Imre templomban tartjuk. A soron következő koncertet augusztus 2-án egy jó kávé jó zenével címmel rendezik majd meg, ezt követően pedig szeptember 20-án a Szent Imre templomba várják a komoly zenekedvelőit az Érces hangok elnevezésű estre.